Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Megkaptuk a novemberben érkeződő Marvel szelőzetesét, ami engem nagyon meglepet, hiszen vannak projektek, amik előbb fognak érkezni, mint ez a film, de mégis ehhez kaptunk előzetest. A videó fő részében ennek kellemzése, a videó végén pedig a véleményemet mondom erről. A Sforddal kezdünk, itt egy föld feletti űrállomást láthatunk, minden bizonyal a titkos invázió után járunk már, szóval Fury nagy eséllyel túl fogja élni, már hogyha az igazi fury látjuk az előzetesben, most már semmibe sem lehetünk biztosak. Igazából ezek a jelenetek a Miss Marvel stáblista utáni jelenetét folytatják, hiszen az a bizonyos ugropon térintésekor a három Marvel, ha lehet így fogalmazni, helyet cserélnek, szóval kapcsolódnak egymáshoz. Itt visszatér Kamala, aki igencsak megörül Furynak, igazából ő egy hétköznapi lány, így elég érdekes lehetett neki, hogy így random a világűrbe kerül, azt gondolja, hogy ez talán egy ilyen bosszúálló teszt, hogy alkalmas-e arra, hogy a csapattagja legyen. Ez az egész egy olyan helyen játszódik, ami a képregényekben még nem került bele, tehát az MCU-nak az alkotása, a Szébőr ülállomás, ami csak az életét rossz, hogy a Földre érkező veszélyeket úgymond kiküszöbölje. Kiderül a filmnek az egyik fő cselekménye is. Nyomozni fognak ez az egész után, hogy hogy működik ez a teleportációs dolog, és mi idézi elő. Mindeközben Monika egy bolygó landol, amire először azt hittem, hogy a holdaszár, rájöttem, hogy nem az űrben vagyunk, mert nincs rajta semmi védőruha. Itt érdekes lények támadják meg, akik közül néhányan valaki szerintem kri, és ez a hadsereg az előzetes későbbi pontján is fog szerepet kapni. Utána feltűnik az előzetesben Kerol, aki Khamal a szobájába kerül, és utána folytatódik a nyomozás, hogy pontosan hogyan is működik ez a Karperec téma. Még mindig azt gondolja, hogy ez egy bosszúállók teszt, ezek egy ilyen kis kikacsintások, hogy lassan ténylegesen meg fognak érkezni a bosszúállók, ha minden jól megy, és a terv szerint harad, akkor két év múlva. Monika például a fényenergiáját manipulálja azért, Tudják, csak hogy leszúrni, és azt, hogy Kamala pontosan mit, az nem derül ki, hiszen mire kiderülne, addigra elteleportál onnan. három írója elhintette, hogy ez a karperec téma lehet, hogy fog kapcsolódni Kenghez, mert ugye mentek a teóriák, hogy itt valamelyik Keng variánsra utalhatnak. Szóba került, hogy kapcsolódik Keng a Karperechez, hiszen úgy fogalmazott az író, hogy Kengnek már vannak nyomai az MCU-ba korábbról is, és ezt arra mondta, amikor felvetették, hogy esetleg a 10 gyűrű és a karperec az Kengnek a technológiája. Az előzetes egyelőre nem tett utalást Kengre, viszont simán el lehet képzelni azt, hogy ez a technika hozzá köthető visszatér a macska is, még láthatjuk Mónikának a ruháját, és néhány harc sort is azokkal a katonák ellen, akik már feltűntek az előzetes korábbi pontján. És ő talán a fő gonosz, ami érdekes lehet, mert a kezébe egy kri fegyver van, szóval kapcsolódni fognak még ide a Kree-k, ami annyira nem meglepő, hiszen néhány plegykák szerint valamennyire ez a titkos inváziónak lesz a folytatása. És hát mögötte is feltűnik egy kri, és a hadseregben is biztos, hogy vannak, hát láthatjuk a kék állukat. Szóval azért valamennyire kíváncsi vagyok, hogy ez a sereg pontosan mit akar, mi is a célja, valószínűleg a karperecre vagy annak technológiájára fája foga, Hiszen az utolsó képsorokon úgy harcol a már ellen, hogy már a kezén van a karperec, szóval megszerezte, amihez nagyon kell neki. És láthatjuk, hogy milyen eszméletlen erővel rendelkezik az a kis karperec, tehát hárman konkrétan megsebezni se tudják. Ezért is vannak azok a teóriák, hogy köze van technológiájához, hiszen neki vannak ilyen fejlett kütyüjei. És hát meglátjuk, hogy mit fognak kihozni belőle, igazából olyan sok következtetést nem lehet még levonni. Engem annyira még nem tudott meggyőzni, meglátjuk, hogy ez a jövőbe fog-e változni. Az első rész az nekem hát fogalmazhatunk úgy, hogy egyáltalán nem a kedvencem, de nem szeretnék itt most belemenni, hogy miért. Kommentérjátok le, hogy nektek, hogy tetszett az előzetes, és hogy ti észrevettetek-e valami érdekességet. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. További szép napot. Sziasztok! sziasztok! Dude